Győr a folyókról is gyönyörű, ráadásul a tavaly elkészült véneki torkolati műtárgy állandó, jól hajózható vízszintet biztosít a Mosoni Dunán. A győri városvezetésnek komoly tervei vannak a vízi turizmus fellendítésére, de már most is sokan használják ki a remek adottságokat, és elsősorban úgynevezett kisgéphajókkal közlekednek a folyók győri szakaszain. A győri városrendészet 2020-as megalakulásakor azt is célul tűzte ki, hogy lehetőségeihez mérten a vízen is jelen legyen, és hozzájáruljon a biztonságos fürdőzés, valamint a biztonságos vízi közlekedés fenntartásához. Az első dolgaink között szerepelt, hogy olyan technikai eszközt, egy kis csónakot szereztünk be, egy 10 lovas, akkor még a megengedett 10 lovas erővel, és ezzel a technikával látjuk el a feladatainkat, aminek a fő része az, hogy nyári szezonban a tiltott fürdőzésnek vegyük az elejét, illetve állagmegóvás, a hajók, amik ott vannak a vízen, azoknak nézzük, hogy minden rendben van-e, nem-e törték fel, vízről jobban látni esetleg olyan dolgokat, illetve egyéb szabályoknak a betartásánál is igyekszünk segíteni a megfelelő szerveket. Azért, hogy a közös munka a rendvédelmi szervekkel olajozottan működjön, a szárazföldi munkavégzéshez hasonlóan a folyókon adódó feladatokkal kapcsolatban is folyamatosak az egyeztetések, de nem csak a hivatalos szervekkel zajlik kommunikáció, a vízfelületeket használó egyesületekkel, horgászokkal, sportolókkal is igyekeznek megtalálni a közös nevezőt, hangsúlyozta Miletics Mór. Az egyeztetések azok folyamatosak, hiszen mindenképpen a közös nevezőre akarunk jutni, és valóban, ahogy említetted, nem a szankcionálás az első számú szempont, hanem prevenció, megelőzés, a szabályozás, illetve ezeknek a betartása, betartatása. Úgyhogy mindenképpen a jelenlegi időszakban még a figyelmeztetésre és a problémáknak a felhívására arra fektetjük a hangsúlyt. A városrendészet szakmai vezetője azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a megemelkedett vízszint okozta változásokra mindenkinek oda kell figyelnie. A hivatalos szerveknek továbbra sem a büntetések kiszabása, inkább a figyelmeztetés a fő célja. Legyen szó akár tiltott helyen fürdőzésről, hajózási útvonalon való horgászatról, vagy a folyókon zajló sporttevékenységekről. Ami nagyon sokszor előfordul, az az, hogy az előbb említett már célcsoportok, mind a sportolók, mind a horgászok ahhoz a forgalomhoz voltak hozzászokva, a hajóforgalomhoz, ami a alacsony és nem szabályozott víz magassághoz adódott. Ez magával hozta azt, hogy mindenkinek meg kell tanulnia, illetve hozzá kell szoknia, hogy már az előírt és régóta szabályozott törvényi meghatározásokat és szabályozókat be kell tartani. Úgyhogy ezekre kell igen odafigyelni, hogy a sportoló is, a hajózható hídnyílás például, amit említettem, hogy ott a kisgéphajóval csak ott tudunk átmenni, nekünk nem sok választásunk van. Ha a sportoló ott hozzá a kajakját kenúján, akkor bizony azzal nekünk nehézségeket okoz, és ezért kell magunkra egymásra figyelni, hogy a horgász is, elhiszem, hogy szeret horgászni, és mindenhol is horgász van, de neki is figyelembe kéne vennie, hogy a hajózási útvonalban mondjuk nem dobom a horgot. A győri városrendészetnél mindenki kapott megfelelő képzést a vízi munkavégzéshez, és a meglévő kisméretű járművet is tudják vezetni, de ha továbbra is ilyen ütemben növekszik a győri folyókon a forgalom, szükségük lesz majd egy komolyabb kisgéphajóra, melyre 4-6 főt szeretnének kiképezni.